A festészeti technikákat elsősorban az alapján különböztetjük meg, hogy milyen festékeket használunk. A festéknek két fontos összetevője van, a színezőanyag, amit porfestéknek vagy pigmentnek hívunk, és a kötőanyag, ami igen sokféle lehet. Mint ahogy a neve is jelzi, a vízfestéket vízzel vegyítjük, s mivel áttetsző, csak a világostól a sötét felé építkezhetünk. A hangsúlyos fényeket úgy érhetjük el, hogy a papír felületét érintetlenül hagyjuk. Az akvarell a francia akvarell szóból ered. Ennek a vízfestéknek a kötőanyaga, vagyis amivel a porfestéket a papírhoz rögzítjük, a gumiarábikum. A gumiarábikum egy akácféle fa törzsének nedve. A festéket nagyon hígan kell az általában előre benedvesített papírra kenni, amelyen vagy az előre megrajzolt kontúrokat töltjük ki vele, vagy szabadon festünk. Ennek a festészeti technikának az értéke a finom, világos, áttetsző színekben van, ami a képnek, különösen a tájképnek nagy frissességet kölcsönöz. Gyors, tovatűnő élmények, jelenségek rögzítésére kiválóan alkalmas. Régebben vázlatok készítésére használták, később önálló technikává vált. Az akvarell legnagyobb mesterei a japánok és a kínaiak, Európában pedig a 19. század angol festői. A 20. és 21. században is készültek és készülnek kiváló akvarell festmények. Erre nagyon szép példa Cézanne egy vázlata. Fedőfesték mindaz, amely a vízfestékkel ellentétben nem áttetsző. Az alapot, amelyet vele befestünk, egészen elfedi. Ezzel a technikával egymás fölé több réteget is festhetünk, anélkül, hogy a felső réteg az alsóval összekeverednék. A tempera a latin temperare, vagyis keverni szóból ered. A legegyszerűbb tempera festék tojássárgáját használ egy célra. A tojássárgához pár csepp lenolajat kell adagolni. Festés közben a tempera festék vízzel hígítható, de a vízfestékekkel ellentétben száradás után már nem oldható fel. A tempera az olajfestés elterjedése előtt a festészet legfontosabb eljárása volt. A középkor táblaképei és az ikonok ezzel a technikával készültek. A híres Botticelli kép, a Vénusz születése is tempera festmény. A tempera gyorsan szárad, ezért nehezebb vele finom színátmeneteket elérni. A színátmeneteket sűrű vonalkázással helyettesítették. Ami ezen a Giotto képen is megfigyelhető. Az akrélfesték a 20. századtól a művészek egyik nagy kedvence a könnyű használat miatt. Az akrélfesték a színt adó pigment és a plextol keveréke. A plextol tulajdonképpen folyékony műanyag, ami vízzel hígítható. Léteznek fényes és matt akril festékek is. Az akril festék teljesen fedő, gyorsan száradó, száradás után vízálló. Szinte mindenre lehet vele festeni. Az olajfestékekkel készített képek a legelterjedtebbek, hiszen ez az anyag a legnagyobb lehetőségeket nyújtja,
mert utánozni tudja a többi technikával készült alkotásokat is. Az olajfesték elsősorban lenolajjal összekevert porfesték, ezen kívül más anyagokat is tartalmazhat. A 19. század óta tubusokba töltik, így sokkal könnyebb lett a szabadban is festeni vele. Ez a technika akkor érvényesül a legjobban, ha erős színkontrasztot és éles fényárnyék hatást akarunk vele kifejezni. Az olajfestékkel lehet lazúrosan, vékony, áttetsző festékréteggel, vagy pasztózusan, vastag festékréteggel dolgozni. A 19. századi magyar festészet egyik kiemelkedő festője, Benczúr Gyula virtuóz ecsetmozgását őrzi a Vajk megkeresztelése című képe. Kortársa Vincent van Gogh kezenyomát őrzik a kavargó vastag festékfoltok. A murális művészeti alkotásokat közvetlenül falra, mennyezetre vagy más állandó felületre hozzák létre. A szűkebb értelemben vett muráliák közé a festett képek tartoznak. A murális alkotások azért fontosak, mert a művészetet eljuttatják a közösségi térbe. A freskó, olaszul azt jelenti frissen, a falfestészet olyan fajtája, ahol az alap a festéskor még friss, nedves vakolat, a festék pedig mészvízzel összekevert porfesték. A festék a vakolat belsejébe hatol, azzal szervesül, együtt köt meg vele. A habarcs, amiből a vakolat lesz, mész, homok és víz keveréke. Nagy jelentősége van annak, hogy mindhárom alkotó rész a lehető legjobb minőségű legyen, ha festeni szeretnénk rá, hogy ne repedezzen meg és sokáig megőrizze színét. A legkorábbi ismert freskók időszámításunk előtti 1500-ból származnak, és Kréta szigetén a Knossoszi palotában találhatók. A technika fénykora az itáliai reneszánszban és a barokkorban volt. A freskó technikája az évezredek során szinte semmit se változott, de bebizonyította rendkívüli tartóságát. A freskó festészet meghatározó törvénye, hogy a vakolat és a mészfesték viszonylag hamar megköt, tehát 6-8 óra alatt a munkát be kell fejezni, utólagos finomításokra már nincs mód. Nagyobb felületű képek készítése tehát csak kisebb, egy nap alatt elkészíthető adagokban lehetséges. A legkorábbi ismert freskók időszámításunk előtti 1500-ból származnak, és Kréta szigetén a Knossoszi palotában találhatók. A technika fénykora az itáliai reneszánszban és a barokkorban volt. A freskó technikája az évezredek során szinte semmit se változott, de bebizonyította rendkívüli tartóságát. Andrea Pozzo 1685-re befejezett főműve, egyben a műfaj egyik legkiválóbb alkotása, a római Szent Ignác templom mennyezet freskója. A templom mennyezetére belülről olyan, mintha felépített volna egy képzeletbeli újabb szintet, mely monumentálisan az ég felé nyílik. Legfelőre azt a jelenetet festette, ahogyan Szent Ignác megérkezik a mennybe. Az angyal alakon megfigyelhetjük az ecset vonásait is. A szekkó, aminek olasz jelentése szárazon, olcsóbb, elterjedtebb falfestési technika, mint a freskó. Ebben az esetben a freskóval ellentétben a festő a száraz vakolaton dolgozik, igazából a szobafestőkhöz hasonlóan.
Ezt a technikát is alkalmazzák az épületeken kívül és belül is, hátránya azonban az, hogy a felfestett kép vagy minta hamarabb le fog kopni. Előfordul az is, hogy a freskó és a szekkó technikát együttesen használják ugyanazon a művön. A festészeti technikák végére érve a mozaik technikát érdemes még megemlíteni. A mozaik olyan művészeti technika és annak eredménye, amelynél kicsiny, méretű, színes, üveg, kő vagy kavics darabokból állítják össze a képet vagy mintázatot. A mozaik darabokat cementtel, gipszel rögzítik, vagy még a nedves vakolatban nyomják bele. A mozaik igen megbecsült műfaj volt. A mozaik technikát az antik rómaiak tökéletesítették.